Nagyon örültem, amikor az iskola a high-tech suli pályázatának egyik nyerteseként ilyen eszközök közt tudott jutni, mert próbáljuk a diákjainkat az önállóság mellett a digitális írástudás olyan szintjére eljuttatni, ami az egészségi állapotokból megfelelően biztosítható számukra. Mozgáskorlátozott gyerekekről beszélünk, viszont a mozgáskorlátozottságuk mellett egyre több olyan társuló fogyatékosság is van, amely nagyon-nagyon komplex kihívás elé állítja az iskolának a pedagógusait. A gyerekek nagyon együttműködőek és hatalmas nagy szeretetet adnak, és ez a mindennapokban is érződik. Nagyon-nagyon sokan dolgozunk itt az intézményben, de mégis mindenki beleteszi a saját maga kreativitását, és csodálatos dolgok szoktak belőle születni, például a digitális témahét. Ezen a digitális témahéten volt egy alap tárgyalkotó tervezés. A 3D nyomtatós terveket kihasználva alkottak ajándékokat, amit személyre szabva tudtak majd odaadni. Főbevalót, medált, valamint gyűrűket lehetett tervezni. Még nem tudom, hogy kinek, mert csak úgy csináltam egy ilyen csillagos nyakláncot. Én az anyukámnak terveztem egy kulcstartót. Ráírtam, hogy anya, és szívmintát raktam még rá. A minta kollekciónkban szerepeltek azok az ékszerek is, mint például, amit én is viselek. Ezt is itt terveztük, egy tingiverzes rózsa felszeletelésével, ami teljesen hordható a mindennapokban is. Az én szerepem ebben a programban az volt, hogy a modelleket felszeleteljem és nyomtatásba adjam őket. Tanórákon is, meg a digitális oktatásban is a differenciálás az nagyon-nagyon fontos. Aki önállóan tud dolgozni, arra törekszünk, hogy ezt minél önállóbban tegye, hogy kiélhesse a kreativitását. Akinek pedig segítségre van szüksége, őt arra ösztönözzük, hogy ő instruáljon minket. Hogy úgy tudjunk segíteni, hogy mégis az ő gondolatai és az ő kreatív szabadsága megjelenjen ezekben a dolgokban. A térlátás fejlesztésének egyik nagyon szuper eszköze a háromdimenziós tervezés. Nagyon sok minden bevonható a matematikában, ezt konkrétan matematika tanárként tudom is igazolni, hogy forgatás, tükrözés és önmagában a perspektívikus nézet nagymértékben segíti a gyerekeknek a tanulását. Én nagyon szeretem, hogy itt szinte bármit meg lehet csinálni, nem muszáj azt, amit a tanár mond, hanem így, amit elképzelünk, amit szeretnénk, az bármit meg lehet csinálni, ez csak a kreativitás határain belül, de akár kívül is. Azt tetszett a legjobban, hogy a végén megnéztem, hogy hogyan csinálják, és a képből jön ki az anyag, meg rátenni a csillagot, az is tetszett. Manipulációs készség sok gyereknél állapottól függően, de nem, nincs a toppon. Vannak különböző fogássegítő eszközök, egyénre szabottan lehet használni a gyerekeknek, és itt az, ahogy 3D nyomtatónk van, akár egy írássegítő eszközt lehetőségünk van kinyomtatni, ami szerintem másnak egy kicsit olyan furcsának tűnik, de nem mindegy, hogy valakinek megadjuk-e azt az autonómiát, hogy írni tud a saját erejéből. Minden gyerek egy önálló galaxis. Segítünk, hogy felfedezhessék. High-tech suli program. Kapu a nagyvilág megismeréséhez.